November 17-én a Megyeháza dísztermében rendezik meg az idei Magyar Tudomány ünnepét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Biztonságos élelmiszertermelés jövője a Kárpát-medencében címmel. Az esemény előadásai a tudományos, szakmai tájékoztatások mellett az érdeklődők hétköznapi életben felhasználható ismeretét is bővítik majd, hangzott el a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón. A megyei önkormányzat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat így már hagyományosan megrendezi a Magyar Tudomány ünnepét, ugye most már ez november hónap, az a Magyar Tudomány ünnepéről szól, és ezen belül a Magyar Tudomány napját, és úgy gondoltuk, hogy ebbe az évben a magyar mezőgazdaság, a magyar élelmiszertermelés lesz majd az a témakör, amely köré csoportosítani kívánjuk majd az előadásnak a tematikáját, és ennek megfelelően hívtunk előadókat is. Én úgy gondolom, hogy az előadók már garanciát jelentenek arra, hogy nagyon komoly tudományos és szakmai dolgokról lehet majd hallani, tanulni itt ezen a rendezvényen, hiszen amellett, hogy kapunk egy általános tájékoztatást arról, hogy milyen a magyar mezőgazdaságnak, az élelmiszertermelésnek a jelene jövőképe, amellett szakmai dolgokban is, támogatási rendszerben, egészséges élelmiszerek előállításában, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyümölcstermesztésbe is egy picit belekóstolhatunk. A vendégek között lesz a Magyar Tudományos Akadémia volt főtitkára, a jelenlegi osztályvezetője, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal országos elnöke, valamint olyan helyi szakemberek, akik az agráriumban végzett kutatásaikkal hozzájárulnak az egészséges élelmiszeripar kialakításához, mondta Ellenti István, az ünnepi konferencia szervezője. Ma Magyarországon nincs olyan helyzet, ahol valahol az ember az élelmiszeriparral vagy az agráriummal termelésen ne lenne kapcsolatban. Ugye, hát a sajtón keresztül, a médián keresztül is lejön az egészséges életmód, az életvitel, ahhoz kapcsolódó, úgymond biológiailag értékes élelmiszereknek a fogyasztása, keresése, a földnek a művelése, hogy ugyanilyen minőségi terméket tudjunk előállítani, mint hajdanában őseink is fogyasztottak. Ez nem jelenti a lezártságot, a kizártságot, csak szakmaorientációt. Bármely érdeklődőt szívesen és szeretettel fogadunk, mert ő is érintett, mert táplálkozik, mert fogyaszt, mert lehet, hogy a kis kertjében tesz-vesz valamit, de lehet, hogy a családon keresztül érintett lehet. Tehát szívesen látunk mindenkit. Lenti István hozzátette, a rendezvényre nem csak szakmai érdeklődőket várnak, az előadók ugyanis aktuális mezőgazdasági kérdések mellett hasznos táplálkozási tanácsokat is adnak majd a rendezvény résztvevőinek.